A tábor művészei, Áztai Csaba, Deák Ilona, Kopac Mária, Márton Árpád, Nagy Előd, Nuritsány Éva, Sipos Endre, Szakács Imre, Eszkovács Géza és Varga Edina mellett Ligai Natália Vladimirovna és Gulmaral Tatibájeva. Kazak festőművészek is meghívást kaptak és kiállíthattak. A megnyitón köszöntőt mondott Molnár János Beregfürdő polgármestere. Zsanibeg Abdrasov, a Kazak Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete és Hóvári János nagykövet. Bizonyára sokan tudják, ha pontosan számra nem is, de nagyjából, hogy közel 30 éve látjuk vendégül a művésztábor vendégeit, hiszen pontosan 27 éve, és ez alatt, ha valamelyikünk nem tudta volna, akkor megtapasztalhattuk azt, hogy síkban, vonalakból, minimális dombormű, nem dombormű, hanem az ecset hagyta festéknyomok vastagsága, ami szinte sík a mi szemünkben, laikusok szemében, mi minden fantasztikus dolgot lehet alkotni. Ha nem tudtuk volna, akkor megtanultuk, hiszen ez alatt a 27 év alatt nem egészen pontosan, de több mint 130 festőművész fordult meg nálunk, és körülbelül 500 képet hagytak itt eddig. Ennyivel gazdagodott a településünk. Ezt ezúton is nagyon köszönöm mindannyiuknak. Azt is valószínűleg tudják, legalábbis érintőlegesen biztos, hiszen a tábor nevében benne van, hogy nemzetközi, Beregfürdői nemzetközi művésztelep, ami azt jelenti, hogy nem csak magyarországi festők fordultak meg ez alatt az idő alatt nálunk, hanem az elején elsősorban magyar származású, tehát nem csak Magyarország területén, a határainkon túl, főleg Erdély délvidéki részekről, de más területről is jöttek, Németországból, Hollandiából, akik nem magyarok, vagy sőt Franciaországból is volt francia vendégünk. Tavaly volt két festőnk Azerbajdzsánból. Most pedig nagy szeretettel köszöntjük a kazak vendégeinket. Azt mindenképpen el kell mondanom, hogy ez a gondolat, ez Szakács Imrétől, ennek a tábornak a kurátorától, a művészeti vezetőjétől indult, és ezt nagyon-nagyon örömmel fogadta a testület, én magam is, hogy nyissunk egy kicsit az őseink és a régi barátaink irányába, keletre, tehát a türk népek irányába próbáljunk nyitni, ami azért is nagyon indokolt, hiszen nagykunságban vagyunk, az itt lakók nagyon erősen tartják a kun hagyományokat, kun őseikre emlékezést. Nem véletlenül, hogy Karcagon is van kazak nagykövetség. Ez a kapcsolat, ez elég régi. Ezt nagy örömmel fogadtuk, ezt a kezdeményezést, hogy mi is csatlakozunk hozzá, és a művészeteken keresztül. Tehát nem csak a történelmi és a lovas egyéb hagyományokon keresztül tartjuk ezeket a kapcsolatokat, hanem mélyítsük el a művészetek oldaláról is, hiszen nagyon fontos, itt Beregfürdőn különösen ismerjük ezt, hogy a test és a lélek mennyire fontos, hogy egyben legyen, ennek része a művészet is. Úgyhogy ezt külön köszönöm Szakács Imrének, hogy ezt felvetette, és a testületnek is, hogy mellé állt ennek a kezdeményezésnek. Bízunk benne, ez egy hosszú távú kapcsolat lesz. A kiállítás Sipos Endre művészetfilozófus nyitotta meg. A felszólalók mindegyike üdvözölte a kazak-magyar együttműködést. Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere itt jelentette be, hogy a Karcagról elszármazott Bod László munkáinak teljes hagyatékát az önkormányzat megvásárolta, így az hamarosan állandó kiállítás keretében lesz látogatható. Hosszú egyeztetések után Karcagváros önkormányzata megvásárolta és megszerezte Bod László festőművész teljes hagyatékát. A héten meg is érkezett az önkormányzathoz Karcagra. Azon dolgozunk, hogy ezt a kiállítást be tudjuk rendezni és látogathatóvá tegyük mindenki számára.
én bízom abban, hogy közös művészünk, Bod László hagyatéka így méltó elhelyezésre tud majd lelni Karcagon, de természetesen valamennyi település erősítésére. A megnyitón gitárjáték és néptánc bemutató is volt.